Szeretettel köszöntöm a kisfilmünket, nézőket. Az a megtiszteltetésért, hogy én beszélhetek, kicsit bemutatnám közelebbről, akik nem ismernék a moped autót. Csodálatos érzés, hogy 20 év után ismét a kormány mögött ülhetek. 20 éve nem vezettem már autót, és úgy döntöttem, hogy 70 évesen biciklizésről leszállnék, és ezzel próbálom megkönnyíteni az életemet, boltbajárást, különböző nyugdíjas eseményekre ezzel el tudok menni, illetve úszodanyításához egy rendszeres úszásra, kikapcsolódásra, unokalátogatásra. Hát itt a városon belül csak, mert a moped autónak tulajdonképpen az a lényege, hogy egy városi közlekedésre alkalmas kis autó, rövid, kicsi, könnyű vele megfordulni, tolatni, városi közlekedésben részt venni. Hát a maximális sebessége 45, de azt hiszem, hogy az éppen elég, főleg nekünk, a szenioroknak. Nem is bírnánk már ezt a döngetést, és biztonságosan lehet vele közlekedni. Hogy egy kicsit többet mondjak erről a kis autóról, kis kedvencről. A XM 400-as moped autóról van szó, ami városi közlekedésre tökéletesen jól, 45 kilométeres sebesség, maximális sebességgel közlekedik, automataváltós. Hogy a motorról is mondjak valamit, 400 köbcentiméteres, kéthengeres, Kubota japán dízelmotor van benne. Hogy a beltérről is mondjak egy-két dolgot, nagyon kényelmes, tágas a lábtér is, tehát egy hosszabb, magasabb ember is kényelmesen elfér benne. Elektromos az ablak lehúzója. Ugye kilométer óra, óra van, rádió, fűtés tökéletesen jó, három részre, végig is három fokozat van rajta, kesztyűtartója van, amiben igazán bele lehet normálisan pakolni. Nagyon szép a forma vezetése. Én azt mondom, hogy még a felnik is segítik. Az is mutató szép rajta. Amit már mondtunk, hogy kétszemélyes, és nagyon szép nagy csomagtartóval, tehát amire igazán én szeretném használni, ami a könnyebbséget adja majd, hogy a csomagtartó, hogy bevásárlásán nagyon praktikus lesz. De megmutatom belülről is. Azt úgy terveztük már, hogy amit most nem raktam be, hogy egy nagy kosárba, tehát a bevásárlás megkönnyíti, mert bele tudok pakolni. Tulajdonképpen egy heti nagy bevásárlásnak a dolgait. Típusos képest extrák, amik még ebben az autóban vannak, az fontos, hogy elmondjam. A hátsó ablaktörlő. A hátsó ablaknak a fűtése, illetve a hátsó kötlámpa. Hát ami még nagyon fontos, hogy állítható ülések vannak egyértelműen. Előre hátra tolható, háttámlája állítható, biztonságos, biztonságév természetesen már ebben a szériában is be van szerelve. Tehát valóban biztonságban érezheti magát az, aki ebbe a kis autóba beleül. De reméljük annak ellenére, hogy picike, vagy pont azért, mert ilyen kisméretű, ezért a közlekedők figyelembe veszik a tempója miatt is, a sebessége miatt is, mérete miatt is, és elfogadják városi közlekedésben.
nincs szervó a kormányban, de ennek ellenére nagyon könnyen lehet tekerni. Tulajdonképpen 350 kg súlyról van szó. Kormányzár van viszont a szerkentyűben, és központi záras.